kiváltként nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit, ez itt a Földön Játszál Podcast visszatérő epizódja, volt egy pár hetes szünet nekünk is, itt van mellettünk az összes foci rajongó, aki igazán számít jelenleg, Tóth Edó Balázs és Szabó Levente a vendége. ennek a Én pod... nem számítok. Te nem, számít te nem számít. és ami a legfontosabb része az az, hogy ma Edunak azt hiszem, hogy nem is kell nagyon témákat adni, mert én úgy tudom, hogy kb. négy órányi anyaggal készültél már. Inkább hat. Akkor dőljünk hátra, nem? Igen, csak egy gyorsan közérdekű, közérdekű, közé közé <laughs> a, a fiam sajnos az én nevemben kommentel a TikTokon mindenkinek, de hát de úgy kommentel, hogy rákommentel a te mentális problémás videódra. Hát, hogy volt, hogy. <gül> 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 hát, ugye, Edu-nak van TikTok fiókja, és kiderül, hogy a fia kommentel. Nekem volt egy ilyen videóm a mentális egészségről, és azt lehet hogy Tóth Edu sírva rögös végig. Vicces volt. nem nézte meg a videót, mert nekem is ilyeneket rakott, csak Felkötöm nekem ugye nincs ilyenek mentális. Igen, az én nevemben, de az, az én nevemben, tehát a saját kommentje alá, és oda kommentel, És meg az is meglájkolja a saját kommentjére. Úgyhogy használja a tiktok mint anyukám a Facebookot. Lelkes, lelkes. Egy nagyon fontos információval kell kezdenünk. Nemrég ünnepelte Bagira a Nógrádi csodakapus a születésnapet Isten éltesse. innen is. Bagira! Még Beto Hoffi is kommentelt, hogy Isten sok sokáig ugye a Bagira számnak a csodás elrepelője, úgyhogy... És a fiam mit szólt ehhez? Rá az én nemben, hogy Magira az egy pár duc. hat nevető smiley, nem volt ilyen? Nem, ez még Jó. nem volt, ez, ez Facebookra tettük, Majlász. úgyhogy lehet, hogy lehet, hogy ez még nem történt meg. Illetve az első témánk, amit így kérésre az első témák, az pedig ugye aktuális történések, véget értek a szezonok, és hát nem más történt, mint a Dortmund 85 ezer szurkol előtt bőgött le, ugyanis a mainz nem sikerült megvernie. Hát igen, én azért alkalomhoz illően öltöztem. Ti hogy érzitek, hogyan emlékeztek vissza? Erre mi Régenzburgban voltunk, úgyhogy milyen És kire... mi ezt végig élőztük. Igen. A mi élőbe vettük föl, ahogy a Vencers sír, vagy a Dortmund éppen szopik a Mainz ellen. De ez a, ez a Mainz az kb. olyan volt, mint hogy a, nem tudom mi így összeállnak, és a Krisztina Városi Általános Iskola harmadik B osztályát nem tudnánk megverni. Pedig ott vár ezer néző, plusz általában még félmillió néző lett volna, ha befértek volna a stadionban. Tehát ez egy ilyen... Ez kicsit olyan volt nekem, ezt így végigélni, mert én már, már egy, egy üzenetet, hogy akkor, hát a szemű hogy a Zete, Zete, és Dortmund szurkoló, Zete kupa győztes, Dortmund német bajnok, ez mondjuk, mondjuk nekem, hogy a Pécs MB1, meg mondjuk a Milán b 1 tehát ez mondjuk valaki mondjuk Csepper Drucker és mondjuk Everton. De mondjuk egy Fanny City. Mm -hmm. De hát nekem ez, nekem ez a Dortmund meccs olyan volt, mint az ilyen kamaszkori házi buliaim. hogy, hogy odaírtam mindenkit, hogy ha, ilyen hat, hat fiút, meg mondjuk ötven lányt, és eljött tizenkét fiú, és nulla nő. És akkor ott álltunk tizenketten fiúk, és nem jött el egy lány sem. És hogyha és eljött két nő, az a boldog boldizsáros már volt. Ti megnéztétek. És akkor két órán keresztül volt az első két óra, amikor hallgattam, hogy gugyulodnak azon, hogy nincsen nő, de aztán így éltünk, legjobb buljai voltak, és ebből volt három. De ez mm. volt, amikor a RK ajtón ki... Ah, Kivittem az RK ajtót. Mm -hmm. Az is ilyen volt, igen. Igen, a tükörgömbet jaj, jaj, elbotlottam. Tehát nekem ez a Dortmund... A, 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 én most is ilyen... Én, én, én még életemben nem szimbolizáltam ennyire egy csapattal, mint a Dortmunddal, hogy tényleg, hogy... Délek, hogy... De miért nagyon jó viselték, hogy elbukták a bajnokságot? Hát, Talán nem, szerintem. De amúgy hát, a végén, a végén amúgy kiment a teljes csapat, a tapsolták a Igen, de azért nézzük meg, meg, meg a kicsit így az időzős árnyoldalát, azért ott készültek a, a, Deutsche Meister és mindenféle sálak, zászlók, pólók. hogy mindig egy busz előre így fel van matricázva, hogy próbáltak elrejteni ezt Azon ti busz, már hogy itt is a Tuti Dortmundba Dortmundban a klubvezetés készült, hogy behúz ugye a, a, bajnokságot, és ilyenkor ugye mindig készülnek mindenféle pólók a csapat, amit tudjanak ünnepelni. Na azok a pólókkal mi lesz? Szerintem megy le a fakóba, nem? Azért. hogy a, mondjuk a, mondjuk a... leadják a 2022 23 szezonnak a championship, pól, vagy championship -e vagyok már a bajnoki pólóját. Hát én látom magam a Dortmund ahogy a, ahogy ezt a pólót, hogy bajnak a Dortmund, uh -huh. az a fej odaadja Hallernek, hogy, oda Haller hogy... <laughs> amikor Haller száműzik a fakóba, hogy tessék Haller, itt van, mert Haller hagyták egy szeregyest, de, de hogy, hogy, a szertárosokról malul, hogy, hogy van ilyen szertáros élményed a... és ha visszamegyünk, csak csak még valóta a magyar szertárosokról. Ja, malul. nagyon szeretem a szertárosunkat, Ferit kicsit szerte a tütükét, de hogy... Meg mindig... meglepő. Sosak számítottak erre. De, mindig, ugyanabban, a pólóban volt. De, de, kiderült, hogy abból van neki hat. Én nem értem azért, nem ugyanabban a pólóban állandóan, nem? Ezek mekkora gyökerek? Ezek a szertárosok, ezek az ilyen modern idők rajzfilm karaktereit. Nagyon aztán tényleg minden ugyanaz. Nekik amúgy rohadt, hogy hatalmuk van a klubon belül, szerintem sokkal nagyobb, mint a a klubelnöknek. Nálunk volt a Zilike néni, nálunk egy, -egy hölgy volt, uh -huh. a Szertáros néni, és ugye általában a fekete salakon játszottunk, és néha-néha, amikor győztünk, tehát ránk adta a fehér meszt, és amikor győztünk, és így, tehát már 91. percben lefolyás előtt állt az oldalvonal, és így nehogy merj ünnepelni, ne be! Tehát, hogy be! Basszus, fehérmezben nekünk nem szabadott becsúszni sem. Tehát üvöltözött, inkább enged, el az embert a picsába, tudod, rúgjon volt. Plusz ilyen másod edző feladatot is betöltött. Természetesen. Szerteles és esik. Bassz meg. Igen, Esik. Mint hogy ő a mosóport, tudod meg. minden. de ez, tök jó, hogy ennyire szívügyen a, mezeknek a sorsát, meg, így, mindennek, ami a fotballhoz kell. Egyszer volt egy ilyen Pécsen, amikor Pécsen, volt egy ilyen ünnepeltünk, és szólt a hogy, hogy kaptunk ilyen olyan pól, olyan, mint a Dortmund, hogy, igen. hogy, a Pécs bajnok lett, a, a kis góliát, uh -huh. és és meg a csúszkát, és akkor rám hogy, hogy edukám, ne ízad össze, azt, azt, most kaptad egy öt igen, 5 perce. Igen. Ja, hát ilyen, ilyen pót anyukák, pót apukák, tehát igen. De amikor mikor mi fociztunk még, akkor te nézted hogy mivel mostnak, akkor még szerintem ez a centrifuga volt de valahol biztos az a hajdú mosógép igen, igen de jön. egyébként annál tisztábban nem mos a mai napig sem, sem. Régen még. minden jobb volt. Régen minden jobb volt. Ne, úristen, úristen. És hát alapvetően... Várj, Hát visszatérünk tehát. <laughs> Ami a legesleg fontosabb, hogy reggeteg-reggeteg kommentet végigolvastam tegnap este végtelen időm révén, és visszaléztem ezeket a bajnokságos összefoglalókat, és rengetegen azt írják, ugye, hogy a Dortmund, hogy ezt így elcsözt, azt egy innentől kezdve megint minden bajnokság unalmas volt, hiszen mindig ugyanazok nyernek, mindig ugyanaz a két-három csapat. Szerintetek van jövőre mondjuk akár esélye bárkinek, vagy ez így mostantól így lesz örökké, hogy mindig ez a két-három esélyes csapat, a City a következő 15 évet behúzza, és akkor csókolom. Ez így van, szerintem. Én örülök, hogy valaki most kicsit megmarkolta a Bayern mindjárt a, két a bajnokságon belül. Ez egy jó hír szerintem. Megad is, hogy az árzonál úgy harapott. Én én, <coughs> <coughs> én, 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 én nem, mondok, pont az fogja, de, 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 de az árzanál se, hát ők is szerintem úgy vele, hogy így, ez ilyen túl szép, hogy igaz legyen, hmm. mint a Dortmundnál. De, egy jó jel. nem, hogy ez egy jó jel, nem? Hogy... Nyilván, igen, igen. Ö, figyelj, én azt mondom, hogy, hogy most kezdünk a Magyar Bajnokságnál, ugye. Jövőre is szerintem ugyanez lesz, hogy, hogy Fradi, és én azt mondom nektek, hogy ez a, ez a jó kis kecskemét, oké, hogy a csapat megmaradtod, megmaradt ott, de szerintem ők azért adok nekik, mert jó fej vagyok, két darab kört Európában, második nem már lesz, és szerintem ők egy ilyen erősebb középcsapat lesznek, vagy még, még talán sem. Szerintem attól is függ, hogy a többiek, mert azért a kecskemét azért úgy lett ezüstérmes, hogy, hogy azért ott volt egy új Pest, aki úgy lett, azt hiszem, negyedik, vagy nem, Nem, azért 8, vagy hat, vagy hét. Na mindegy, most ebben de, 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 de ugye úgy Pest azért a kiesőből lett, e, ez csak egy ilyen dobogó aspirás. De, de, ők mindig ezt csinálják, Mi, minden évben ezt csinálják. Vagy a Honvéd, aki a Honvéd által úgy maradt bent az elmúlt négy évben, hogy mindig volt már egy szarab. Tehát volt, hogy... Kettő. Damoklész, igen, a Damoklész ott kartja lebeget, de közben meg volt egy Budafok, vagy volt mindig egy Balmazújváros. Jó, de ez a, annyit adta ki, amennyi kellett magukból. Hát igen, csak tudom, amikor kimentem a Honvéd mezőkövest, olyan meccs volt, hogy azon múlik, hogy bemarad a Honvéd. Kivittem a gyereket, mert vége délután kettőkor, és egy lesznek, hogy üzem az MLS-nek, hogy nem majd délután egy teltházak házak vannak, mert egy csomó apuka nem viszik így kilenckor a gyerekét meccsre, de vasárnap délután kettőkbe mentem a Honvédbe reggel, a, a Honvéd stadionba, hogy vennék két ilyet a ma esti honvéd, a délutáni honvéd meccs. ház, Tehát, ilyen... Mm. Minden lenne, nem? Tehet, hát, hát, és, kaptál valahogy? Vagy a bejutottam, végre bejutottam, és akkor ott a gyerekkel végignéztük ezt a nagyon durva kínlódást, ahogy egy ilyen, brutális, kemény tábor, de tényleg ez a fűst, ilyen, tényleg olyan tábor, hogy... Jó, jó, kis, kis pestiek amúgy nagyon. Hát jól. ilyen elképesztő ilyen mm. zászlók, meg, meg, minden, koreográfia, stb. És látják ezt az ilyen hitvány hulladék lepedék játékot, és akkor elkezdtek ilyen, ugyan, ilyen letargiába, aztán jött a gól, akkor megint akkor lesz, egy rossz volt nézni az egészet, de hát ez amikor a 18 éves gyereket berakják, hogy akkor tessék, ha nyertek, akkor bemarad a csapat, hanem akkor de nincsen nyomás, itt ül Détári, itt, <laughs> uh, itt ül mindenki, <laughs> meg az egész ország ezt figyeli. De 18 évesen, és szegény gyerek, azt néztem, hogy így remegett a lába a szordugásnál, remegett a lába, el is szúrt a szegény. De azt hiszem hogy vége volt a mestek, és mint a Dortmundnál, hogy kívták a játékosokat, és nem az, hogy megtapsadták, hanem elkezdték őket nagyon durán szidni és ott állt a Honvéd Kabala figurája, Leo, egy orosz orosznám. <laughs> <de, de>, <laughs> Szegény orosz. le a vezet! És hát az is egy fista volt egyébként, aki át, és így, ez, a foci. azt nézzük, akkor szerintem ugye a, a Kispest már, 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 megérdemelt ezt a kiesést. Mondom ezt annak ellenére, hogy rengeteg Kispest szurkoló barátom van, és szerintem ők is már ebbe tehát, hogy egy figyelj, lesz egy jó mb 2 évük szerintem, tök jó lesz, mert többiek mennek Kisvárdára, ők meg mennek Debora de Lukára, Siófok plázsra, masszus, tök jó. Ez tök egy jó az, az mb 2 ben nagyon jó meccsek ugye a Dani barátom, nem, például, oké, már fél éve csesztett azzal, hogy a, ugye Pécsre is fognak játszani, és akkor anyukám az az ébe úr, egy jó kis gulyása, vagy, vagy, bármire. Tehát programok lesznek, meg tök jó csapatok is, Szeged, hát ezek atom jó városok, Győr. Hát. Hát legalább az, orsz az, ország. ki a tökön egy Kisvárdára, vagy, egy mezőkövesdre, tehát, hogy jó, Ilyen, Zsóri Ilyen. fürdő, tök szép, meg Kisvárdán nagyon jó a bebaszni, de, de ez sokkal jobb helyek. Amikor abszolút. mindenki elkezd gondolkozni az MB2-től, akkor mégiscsak így megállapítjuk, hogy amúgy egészen oké okay csapatok vannak. Mégis, hogyha viszont arról van szó, hogy legyen 16 csapatos az MB1, akkor mindenki visszakozik azonnal, hogy na azért azt mégsem kéne, nem? Tehát, hogy azért van ebben valami ambivalencia. De szerintem az hogy... a mostani magyar futball elbírna már 16 olyan csapatot, akik, akik gazdaságilag is jó helyzetben vannak. Hát köszönjük szépen a taónak, hogy hát ugye most már virágzunk, fejlődünk, el tudunk menni úgy mosdóba és stadionba, hogy nincs hat darab szar egymásra pakolva, tehát hogy tök jó, tök jó körülmények vannak szerintem tök jó elbírná az egészet, és nem az lenne, ugye, hogy azt most három meccset játszanak egy évbe egymással a csapatok. Igen, ez... ez és az, az ez, meg mi nem? Hogy, hogy, hogy kettő. van egy, amikor... Igen, aha, igen, és általában ugye mindig azt az újpestek szokták mondani, hogy az újpest fadik úgy vannak, hogy kettő van az ülői úton, vagy csak grupa már, bocsánat, hmm. és egy meg ugye... Újpesten is, ez annyira úgy nem faszal. Tehát egy oda, egy vissza klasszikusan, nem? Igen, igen. Én is most már emellett, én eddig is emellett érveltem, de azt hiszem, hogy volt még régebben ilyen kérdez fele lekünk, és akkor ott meg, hogy te mondtad azt, hogy nem kéne, nem kéne. De hát Ö, és az, azért, na várja, igen, bocsánat, érveltem a mellett is, mert pont most te hoztad föl, hogy ott volt az Újpest, hát zuhantól kiesés fele, volt négy jó meccsük, basszus, aztán majdnem támadtak Európát. Tehát, hogy ez izgalmas a 12 csapatos bajnokság pont emiatt. De a Honvéd úgy esett ki, hogy, hogy, hogy tudták, tehát az összes ilyen honvéd ruk beszélgettem, mindenki azt mondta, hogy hát ők már elengedték ezt nyolc fordulóba De mégis úgy alakult, hogy még a mezőkövest ellen a veresség után, amikor már 99 a hogy ki fog esni ja, a honvéd, Akkor is volt esély. Hát fél, hogy puskást kéne megverni idegenbe, úgy, hogy a vasast nem veri meg a videótól, És mi történt? 0-0. Az, az mennyire szánalmas, hogy éreket azt láttátok, ahogy a videóton a játékosok nézték így a telefonon a kispadnál, a... és így, akkor üremünnepet csaptak a vasas 0 0 után, hogy Igen. nem estek ki. A márki eset vasas ellenért. Ellen, tehát, így, hogy az <laughs> óriási szánalom, tehát szekunden szégyen érzetem. Tényleg. Ez úgy kell hogy csak simán mint hogy így és akkor így köszönjük. De, de, hogy... Igen, ennyi, hogy közcsár, tehát minden. Hogy... És közben, hogy, hogy, még volt esély a pusk a, a, Honvédnak, még a 90. perc, amikor egy-egy lett, ha ott megadja a VAT 2 István a tizenyes, akkor a Honvédben van. VAT 2 még bíró? Persze, Jó régi búton. Hát, Mondjuk ugye a, a, a VAT 2 bevitte a Honvédnek a mélyütést, viszont akkor múlt héten megjött a MOL, és bevitte a Fehérvári csapatnak a mélyütést, ugye, mert 13 év után a MOL kiszáll a, nem lesz már névadó szponzor a videótonnak, minden pénzt így elcsakliznak. Mi a Blast 4 es csapatunkkal meg is kerestük már rögtön a molt hogy ha szeretnénk minket a... hát még, nem írtak vissza, de remélem, hogy podcastet nézik a molnál is, és akkor fölfigyelnek ránk. Nekünk nem kell annyi, mint a videótonnak, mit, mit, tudom, egy, egy milliárd forint is, akkor az, ami el vagyunk egész évben. Kedves tehát a maximót tessék itt, itt, itt. akkor lehet kettek. visszatérek. Szóval Na, tök jó. Figyelj, meg <laughs> kell egy ahol. jó osztogató középre. Mi, mi is volt a te munkat? Kazemiro? Vagy? A. Podostanék, a, a a, hát én láttam most a Kazemirot a City, a City ellen, inkább a Kamangiva. kamangiva inkább Kama a Kama Hát a fénykorában a Ez volt, ugye? Igen, igen, az, az, az ilyen, ilyen hajú srác de, de Balub, a Casemiro azt nem sérti egy balúra nézve. Ja, hát, ja, 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 Kivéhez nem vettem arról sem, szosnál, nem hogy nem mert. Fel. mert a Casemiro butul, a balúnak nem butul alatt. És a balúnak támogatja, tényleg a tisza támogat? Már nem. Látod, Aha. mint a mol. Na, ezt ez tudom azt És igen. hogy olyan te magam ja. tisztel azt mondta, hogy akkor nem kapsz több. Hát nem, nem mondták meg. Egyre <laughs> <laughs> csak nem jött semmi. Igazából nem volt velük kapcsolatom. Én rontottam el. Nem volt velük kapcsolatom, és aztán nem is lett. Hát így nehéz. Csak így. <laughs> és akkor valóban a... egy rakta egy gyilát, ak 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 akkor valóban akkor úgy állt, hogy a tiszta látszódjon. Eket, életem egyszer volt szponzorom. Mónika rám írt, Varga Mónika, 14-ben. Nézd akkor én együtt e e e e e e e a vb és Mónika rám írt, hogy, hogyha a... nem a... mi a Mónika sós? Ne, nem, a Varga, Mónika nevű pécsi nő rám írt, hogyha felhúzom a, a pólót, amit mm -hmm. küldött nekem postán, Küldtek nekem egy pólót, Igen. Amit, amit, amit emlékszem, ízé még mondtad, és hogy jó, milyen jó póló, mondom, Mónikától kaptam. Akkor ezek szerint. Felvettem egy, egy olyan adásba, amit jó, néztek jó. mondjuk 212-en, mm -hmm. emlékszel? És ott az első mi, mi volt ráírva, most annyira kíváncsi vagyok. Egy fekete póló volt, és a, egy ilyen, tudod, az ilyen

így fullon tele van rakva nekik mindenféle szponzorra. Tehát, hogy elsőbb, hogy olvastuk a Sparko, ugye az egy megvan. Ugye ja, ezek kik? A F1 formájában. Ja, igen, igen. De így vannak ezek, hogy így is a van. Nekem ugye fekete alacsony volt mindig a kedvencem, hogy mindig csak kőbányai, és akkor alatt, mint hogy délhús, vagy valami ilyesmi, zalahús. Nagyon jó. hát ugye visszatérve akkor még egyszer, ami a legérdekesebb az az, hogy ugye a honvéd szurkolók emlékeim szerint csak ilyen drapikat aggattak ki, hogy takarodjatok, meg minden ilyesmi, ez egészen bevett szokás Európában, viszont van ennél egy még meredekebb dolog ez pedig nem más, mint uh, hát Spalletti edzőnek. Tegnapi hír, hír Spalletti edzőnek az autóját még azt hiszem elején vagy tavaly végén. Hát, a sztorit elmondom, kb. annyi volt, ugye, hogy a Spallettit nem nagyon szerették a nápolyi Ultrái, és távolításra szólították fel, hogy takarodjon el, de hát ugye ő, ő nyilván így nem ment el, ezért nyomatékosítva ellopták az autóját neki. Egy kis fiatot. Tehát... Egy kis fiat pandát elloptak tőle, és kirakták ugye kerítésre hosszú üzenetbe, Hogyha eltakarodik a nápolytól, akkor visszakapja az autóját. És ugye hát picit szárnyalásba kezdett a Nápoly, tök simán beúzta a bajnokságot. Meg van recept, gyerekek. És Spalletti tegnap az elnöki klubházban találkozott ilyen mozkos szurkolókkal, akik visszahozták neki a fiatal pazdáját. Egy képes azt egy kormány. Egy, kormány és ugye És itt a, a kormány az a, autónak, illetve használhatod újra. És valami cédet is adtak neki még, hogy tudja az autóba használni azt, valami, valami nápolyi előadótól. Tehát happy end a sztori vége. Tehát, kibékültek autó visszajött, Nápoly ez egy teljesen más kultúra, nem tudom, mennyire vágjátok. Tehát ugye ott játszott a Marek Hamsik kiváló szlovák válogatott, nem hittem volna egyszer a kiváló a szlovák szót, én mondom, <laughs> fogom használni. És tehát neki is, tehát hogy eleinte, vagy nem tudom, háromszor a kocsiját ellopták. És hogy kifordta magát Nápolyba, egy klub legenda lett, és a kocsiját akár egyszer ellopták, tehát már lesz szarta, fogott egy, egy telefont intézeti, a Nápolyi fő ultrák huligánok felé, és másnap reggel ott volt a házul lett az autó. Tehát, hogy Nekem ezt, ezt, nem tudtam. Mm -hmm. Az meg most vásárolt, mert megrohad a tej föl Igen, a így, hozzátok már vissza, benne van a pacal, meg tudom, azt, hogy megölt. Hát de azért gondolom, hogy milyen nehéz lehet egy edző a nápolyban. Ezt képest lemész bajára, mint az, hogy ellopom a tafit, a kutyádat, és akkor, akkor kapod vissza, hogyha vicces vagy. Ja, ja, ja. Marad otthon, azt ott is marad. Meg mondjuk alsóbb osztályokban, ahol biciklivel jár az edző, az is nyugodtabb. Ez mekkora durva? ez, ez hmm. nem bűncselekmény? még nem, de hogy 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 ez de hogy nem, de nem, 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 Nápoly, nem, tehát ez, ez nem, ugye, nem tudom, a videó majd nézzétek meg, hogy nem, de hogy nem, hogy nem, hogy ott van egy nem, szép hogy nem, ott egy, egy csomó de meg símaszkos de és és így aztán neki egy ilyen nagy dobozt, van a szép ilyen kis, ö, mi az, az ajándékszalag, Spaletti bontja, 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 és meglátja a kormányt, neki jár högni, mind az állat, mindenki nevet, egymást ölelgetik, hogy tök jó, köszönjük, hogy a kocsibont elloptad, de most visszaoszol egy év után. Nápolyban ezt húbeve szokás, sőt, visszakapta, nem volt benne, mit, mit ami lófej, meg, meg ilyenek, úgyhogy ez itt tök jó dolog. Egyébként most az urakat nem akarom jeztegetni, meg a kedves olyan nézőket, akik még nem, men, nincsen, nem, nem nem mentek, vagy nem vettek el nőt feleségül, de Ilyen lesz a házasság. Tehát erről szól a házasság. Csík, hogy, 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 hogy elveszi a kocsidat. Szalonszexizmus -szalons -szalons <laughs> folytató. <laughs> Egyébként <laughs> a Csepeli Adri-nak imádom a belemenést. Csepei. Igen, csomó Csepeli. Igen. Adi. Kama, könyv Én, úgy. Imádom a belemenést, imádom az egyik kedvenc. De a, foci témakörben. Egyébként Adri volt vendégem a sörözvelemben, úgyhogy Adri tudja, hogy a szalonszexizmuson mellett. Jobb, jobb könyv, mint a Nick futballázó, futballázás, viszont. A belemenés. És most nem nyalok, esküszöm. Többször is hát, elolvastam. Ö, 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 nekem, a, nekem annyira, jó, ja, mm -hmm. de, 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 de igen. Én is egész pofonok. Igen, el, igen, el, igen. De, 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 tényleg a belemenés is ilyen súrolja meg, meg imádom azt is. Ja, úgyhogy úgyhogy azért ez, ez a tény, hogy a házasság, hogy elveszi a kocsidat, és akkor visszaad egy kormányt tíz év után, vagy egy kuplungot. a Suzuki-n van, azt is elveszi. A De fiat pandát is elvettek, basszus. Láttam a fiat pandát? A bandát, az ami hogy... van. Ja, jó. Nálatok minden, régen minden jobb volt, ismételten akkor a szállóiget folytatjuk. Emlékeztek bármilyen ilyen meredek edzőleváltásra? Tehát, hogy van bármilyen sztoritok, amire így nagyon agresszívan emlékeztek? Hogy... Hát most, most, hogy így, 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 mondod, nem is, ezt még nem mutattad nekem egy múlt héten, a, azt hiszem, a Glasgow-i jött ez a görög nevű Csávó, így majd csókolgattam ezt, hogy úristen, de jó, itt lehetek végre Glasgow-ba a mekkora csapat, meg óriási. Igen, egy interjúban nyilatkozta le, hogy mennyire szereti e, igen. a szelteket, és másnap meg. Tehát ja. <laughs> Imádom ezeket. És most hogy a volt, bocsánat, vagy, 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 vagy oda is jött, csak mégsem oda? Nem a Szeltiknél volt sok ide, és Jaj, mondta, bocsánat, hogyha, mindig igen, is itt akartam maradni, imádom a csapatot, minden ilyen. És ami a legérdekesebb része számomra legalábbis, az az volt, hogy konkrétan elkezdtek. Tüntetni már előre a tehát nem szurkolók, hogy semmiképpen ne mert ők meg pont a Spalettire játszottak. Hogy... De most a csávó full megadott a magának, hogy semmit ne nyerjen ezen túl. Hát eddig sem volt nagyon magasan a léc azért. Hát, de mondod, a csávó eddig már legalább nyert valamiket. Nem is tudom, hogy mi a neve most nem, nem fog beúrani. Azért edzőváltásról szerintem az a legdurvább, hogy, most néztem az edzőváltásokat, hogy volt Eszembe egy... jutott. Nem igaz. Mondja, mondja, mondja. Nem, nem jutott, csak nekem is kérdezik a, a, a... gyarok, hogy... Be... Ja, hát nekem a boldog volt a kedvencem. az szerint. a jó. Tehát, hogy, hogy T -t -t. telefonon nem Miskolcon felhívták, hogy Hello, <laughs> volt takarodó, azt még vissza a céges telót, meg mindent így. SMS-be rúgták ki, azt hiszem, ha minden igaz. Ez vélelegás, nem? kedves. Ez nem az, az szakítás, nem biztos, az az valami, az az valami sztori volt. Velem szakítottak már SMS-ben, az az jó itt is volt. van ghosting. Ghosting <síns> itt is van. Ghosting itt is <síns> de <síns> de mi van. mi, már, hogy begosztolod az edződet? az vagy az, az, <síns> az, 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 az edző a csapatot, nem? Amúgy az még erősebb. Na itt tényleg, basszus, ez mekkora, nem? Hogy hogy mit tudom reggel a Fradi reggel kilenckor várja a és így nem. És így küldi mindenkinek egy üzenetet, hogy bocs. Szerint, Fé, még azt hiszem, nem érzem azt, mint régen, tudod. Szóval a kisvárdai kapus Tartjuk volt. Tartjuk született. Talán, aki így gosztolta a csapatot egyszer, hogy... A így... kisvárdai kapus, meg... Aki, ja, igen. aki hazament, mert hogy fájt a fogalja, ilyesmi igen, és igen, a story, igen, és... igen, és nem jött vissza. Hát, messzi is gosztolt. Nem tudom, van egy zsírt, elmentem Riadba. Elnézést. Hát ez Véletlen, nem. pont hát, arra vitt a Hát meg várt Zoli is gosztolt néha, hogy a vasas késésre állt, rá, és akkor eltűnt két hétre, hol voltál, pecáztam. Jó, viszont vissza is vágott, hogy 15 gólt, úgyhogy. És az, az, igaz, az ami Teljesen más. Az Zoli-t Az Zoli a jó, hogy, hogy tényleg, hogy eltűnik, megjött, és akkor így bemaradt a vasas. Igaz, hogy bácsi meg mit mondja, hogy jó van, Na és mit fogtál, Pontja pontyot, pont, pont fog, fog, kijönni egy-egy képünk vele, igen. 11-es rúgásnál is így mondja, hogy... Nem mondja, mondja. Miért nem, csak ugye arra szólt ugye az egész, hogy nem tudom, ami haverjával Békés Csabán ugye így ittak, és mondta, hogy hát ő hívott meg egy boroskólára, azt én is visszahívtam, meg egy viszkire, meg én is vissza, vissza egy viszkire. Aztán jött a Kispest, adtam, vagy rúgtam két gólt, adtam két gólt, azt, azt nyertünk, azt ennyi. Tehát, hogy nem, nem vitték ezt nagyon-nagyon túlzásból az ilyen dolgokat. De a, volt egy olyan, én az edzőváltásokat, és volt olyan edzőváltás, hogy most nem is tudom, most ezen, ezen a már egy öt perce, most nem is tudom, melyik csapatnál, szerintem lehet, hogy a mezőköves. Nem tudom, valahol volt valaki, mm -hmm. aki nyert. zsinóban három meccs és úgy küldték el. Hú, nekem is nagyon Ugye, hogy volt így, mm. így, valami, hogy egy. Túl jó vagy. De a fradi kézilabda is, <laughs> e, ott nem tudom, hogy mi történik, csak hogy játszák hogy ezt már lejátszották? Hát ez is tényleg a Friday, ja, ezt már lejátszották. Hát hanem. maga az, hogy beküld a Final Four-ba, az igen, lesz igen, Túl jó Csak vagy hogy ugye már előtte, amikor bejutottak, akkor... Igen, Hú, erre nagyon kíváncsiak, hogy, hogy itt, hogy itt mi történt. Nem tudom, hogy a hibás én. Tehát ez, ez, ez tipikus annak az esete, nem, hogy nyer három meccset, és akkor elküldik, és akkor túl, jó vagy nekem. Nekem az a véleményem, hogy szerintem itt az történt, hogy azért az, hogy a Fadi a Final Four-ba bekerüljön, azt szerintem egy ilyen teljesen ideális hát az az valami volt. és akkor az Ele Gábor azt úgy gondolta, hogy most még most, hogy még van esélye, mert meg a Final forba, de épp, hogy nem fog sikerülni, most kell azt mondani, hogy na, vége. Erre egy puff bejutottak. És hát ő, ő, ő lepett a legjobban. meccset néztétek? Óriási volt Óriási <laughs> a hangulat. Óriási volt a hangulat. A meccs yes, volt a legnagyobb esélye A meccset. mondod hogy. Nem tudom, mi történt. Hogy a <laughs> meccset volt, mert nem, 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 nem a dán csapatot. Nem, nem, a Final alpha a meccset idegenben. igen, De hát is egy. <há> De, mind, nem tudom, erre nem számítottak <hállt> amúgy lemondtam, bocs és akarok mondani szarszó viccet szabad egyet, ja. csak egyet hm. szigorúan hogy hát végül akkor így a legvégére Elek Gábor és a Fradi között meg lett a közös metszet. megyünk tovább Yeah. Igen. E és Ibrahimovics visszavonult, ugye a Köszönöm szépen ez a szóval csendet. Ibrahimovics visszavonult, és nem ment el, tehát nem ment el ilyen battaja külsőre, nem ment el Indiába, Szaudarábiába, ilyen helyekre. Ő a Milánból vonult vissza. Még az utolsó beszédében leoltotta a Verón, azt mondta, hogy kussoljatok már, hát ez a legjobb dolog, amit az egész évetekben láttok, ez csak így lazár. Az én vagyok. Igen, és hogyan emlékeztek vissza erre az egészet? Egy karrier nagyon nehéz ilyen 5-10 percben összefoglalni. Én összefoglalom gyorsan pár mondatban, én rettenesen gyűlöltem őt, ugye volt is ráokunk azért a sok magyar svédmes miatt, mert egyszer, tehát kvázi nulszögből, rúgta be a királynak, Király Gabinak, utána a faszára pattant be a labda, tehát hogy, hogy gyűlöltem azt az embert, és így 2013-ban, azt hiszem, 2014-ben kezembe akadt a könyve, Óriási figura. Tehát óriási figura. Sőt, mikor a kimutam a Malműbe, el is látogattam abba, a Rózangárba, abba a város részbe, ahol fölnőtt. Összesen három percet töltöttünk bent a barátaimmal, mert mindenféle ugandai és más nemzetiségű emberek így lelkesen neki érdeklődni az autónk felől, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy inkább lelépünk onnan. Ez az paletti effektus. Igen, igen. Szóval uh, elég, elég, elég kemény hely, helyről származik. Viszont onnantól kezdve ez a csávó, tehát amennyire arrogáns, nagyképű fasz, az valami elképesztő, viszont neki meg ez nagyon-nagyon jól áll. Hát nekem ezt tetszik, egy hogy... E... is érte azért. Igen, de, 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 az, hogy valaki, az egy dolog, hogy valaki nagyképp fasz, de hogy így a nagyképp fasz elmegy tényleg Amerikába, amikor már minden letett az asztalra, és akkor első meccsen rúg, mm. tényleg 40 egy gólt, és akkor így megjöttem. Igen, meg ez, de... a, ez a fociban ad egy pluszt, hogyha a személyiséged ilyen. De Én végre jön. valaki más, tehát az a, van az a több száz ugyanaz, és, és szükség van a rockstar alkatokra. Igen, is azért is, azért, mert... és egy kibaszott rockstar volt. Meg az baluszában az, 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 az volt a szerencséje, <laughs> az volt a szerencséje, hogy ilyen iszonyat jó testfelépítésű ha nem tudna focizni, még akkor is egy bizonyos szintig ment volna. Így hoztál a Milanba az utolsó egy-két évig, nem? Te... De azt, hogy <laughs> 39 évesen még, még olasz bajnok lett, vagy 40 volt már? 40 volt, már, De ez, hogy én, én, 14 ben egy cikket zátáról, hogy ha az Zátán visszavonul, akkor itt is Hános... a fociban. Hát, hogy, de, hogy, 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 itt van egy olyan figura, aki, mondok egy példát, van egy gólja, Interbe rúgta, Inter Sparták Moszkva BL csoportmeccs. Olyan gólt rugott Ibra, egyet a top 10 Ibrában, nem mutatják, pedig szerintem uh -huh. a legszebb gólja volt. Bekapja a labdát, ötösen áll szemben a kapussal, és nem az, hogy így bebassza, hanem így megtartja, és két másodpercig így nézi a kapust, és úgy bassza be. <laughs> hogy ilyet, kíváncsi de ilyet mikor lát? Inter Sparták. Inter uh -huh. Sparták Moszkva, egyet ott megnéz, mert ugye top 30 hmm. zetángól, és abban az egyik az Inter, az Inter, De hogy így, hogyha még tényleg még fél más tartja a labdát, az már nagy képviség, hmm. meg arra, de így annyira elegáns, hogy megtartott, nézte. Bum, hogy ilyet mikor látsz ezt a fajta ilyen, a nézőknek játszani, ezek a és hanem, ez kikapott a bezzeg a mi időnkben, amikor még változolik játszott. Lehet, hogy nem a nézőknek, csak egyszerűen így ütemtelen volt az elrugás. És sok a De neki érted? Nem, belőle kinézem, hogy egy nagy képű fasz volt. Az de az nem, alapból az, az. Igen, persze, az, az, azt, azt, azt értem. Arra még ezt, De amikor... hogy egy, 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 az, hogy az a helyzet, hogy ott megállsz, hmm. hogy te, te csinálj ilyet egy BL meccsen, hogy láttam láttál már ilyet, de hogy nem, nem kivárod. Ez, amikor a, cica, a macska elfo, meg, az eglet meg, hogy még megehetné, de még e egy cici, kicsit játszik. annyira szép volt. Volt az a klasszikus, azt hiszem, egy Inter Milan meccs volt, amikor még az, az igazi fenomén Ronaldo játszott, és van az a videó, hogy az látán így ilyen, ilyen egy nézi Ronádot, nem tudom, arra emlékeztek-e, hogy azért volt, volt mögötte az ember is. Tehát mondjuk Ú, ő a... neki nagyon nagy Ronádon, Nagyon nagy Igen, nekem az egy, egyik kedvenc sztorim vele, ez nem tudom, két-három éves, hogy ő ma a az letán, tehát ma a műbe szobrot kapott a csávó stadion előtt, és erre mit csinál, basszus? Nem is lenne ez Zlatán Ibrahimovics. A malmö a legnagyobb ellensége van a Hamarbi, azt hiszem. Ott vásárolt magának üzletrészt a Hamarbi csapatából. <laughs> én nem tudom, én mondtam ezt már adásban a Zlatán ház vásárlás itt? Ezt mondtam -e nektek? Nem. A, ebben nem. a könyvben van az Én ez mm. zlat, én, én mm. Zlatán mindenkinek muszáj aki szereti a focirodalmat legjobb. Malmöben kocsikázott, már, má két gyereke volt, kéne egy nagyobb ház. És volt egy olyan ház, hogy már ő régóta kinézett magának, még gyerekkorában, amikor még úgy járt hogy azért néhány. Lopott, igen, ellopta elopta egy-két játékot társadal, meg a szülők mondták, hogy ezt a srácot azon, aki kell rakni. És akkor már, má befutott a Juventusból ment az Interbe, és akkor így nézegetett, hogy hát, ú, az a ház kell becsengetett, hogy ezt a házat én megveszem. Mondta a fiszko, hogy hát nem eladó. Jó, akkor mondott egy összeget, mit tudom, hogy 30, 30 euró. Hm. Oké, okay, és amikor a felesége bement a házba, azt látta, hogy egy ilyen hatalmas kép uh -huh. két szőröst lábbal. Ezok Zlatán lábai. Hogy amikor hazamegy, akkor lássam, ő és a családja, hogy ennek a, két, ennek a, két, ennek köszönhetik ezt a házat. Asz, mondjuk, <laughs> Én kérdezték tőle, hogy uh, miért, miért nem vett a feleségének a a házasság évfordulójuk, és mondta, hogy hát minek megkapott engem. Tehát, hogy imádom a pali. Mondtak két, összegyűjtöttem kettő nagyon nagy véleményt Zlatánról, és az egyik az az, és erről szeretném, hogy reagáljatok, mert kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok, hogy, hogy, ugye a legtöbb játékos az szeret csak focizni, de ez szeret, szeretett focizás közben látszani is, és ez volt egy nagyon nagy erénye vagy előnye. Hát ő látszott. De jó gondolat. Elég keményen, elég keményen. És basszus, mindenhol letette a névjegyét. Nagyon durva. Volt egy pekeszegének, volt olyan, hogy az Interből, hát a Barszából elment az Inter, vagy mondjam, az Interből eljött a Barszába, Inter b győztes lett, elment a Barszából, a Barszabé, de pont két BL-t így utolsó pillanatban így bebukott. De amit imádok Zlatánban, tényleg ezt, hogy hihetetlen pökkendiség, arrogancia, meg minden, de, de hogy mindig, mindig hozta, de mindig megrúgta azt a sarkazós gól, azt az ólozós gólt, azt a... tényleg ezt imádom a fickót. A második vélemény pedig pont erről szól, hogy bár meglőtte a sarkazós gólokat, meglőtte a bődlet nagy gólokat, viszont az az általános vélemény járta, hogy az emberek 20-30 ánál hogy valójában ő amúgy, tehát hogy nem volt feltétlenül egy nagyon jó játékos, csak akkor, amikor büdös nagy gólokat kellett lenni, akkor lőtte meg a büdös nagy gólokat, de hogy tehát hogy az 10 meccsből egy volt, és 90 pedig nem volt annyira nagyon nagy játékos. Én nem tudom, most is róla beszélgetünk. Igen. Tehát, ja. hogy... Hát ugye a büdös nagy gólokat Ja, de van, aki meg a kis pinkerül. csapatok ellen nem fontos gólokat szerez. Ő azért fontos. Látom olyan magyar gólkirályt, aki nem tudom, 10 gólt, 11 igen, rúgott. Hát meg ez a benzama is visszavonult. Nem vonult az vissza. Bocsánat, Benzema is elmegy a real és mutatták a Benzemát, hogy ott van, mit tudom én tényleg. 40 serlegen, 5 B-re győzen, De hogy igen, hogy ez a kérdés, hogy Zlatán azt mondta, hogy most vége a focinak, a Milánból 41 évesen visszavonul. És ugye kíváncsi, hogy erről olyan csak hogy erről mi a véleményetek, hogy 40 évesen megtapsolja 60 ezer ember a szánszíróban, versus elmész a Al Nincs -e pénzük 200 millió. <that> 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 Családok Gondolom, hónap hol, vége volt, vagy nem, mert tizedéke, mikor lesz tizedike? Nálos is megromozott. Hát a, nyom... a Igen, pontosan. A ból, és nem és ez akkor nem kicsit elment, kicsit pénzt keresni. Amúgy tök, jó, tök a felvetés. Én sem értem ezt, mert tehát Benzema szerintem ott mennyibe mehetett volna. Tehát ő egy, egy már most kijelent, hogy 21 éve van, azt hiszem, a, a Real Madridnál, nah, ha emlékeim nem csalnak. Hát egy klublegenda a csávó. Tehát, hogy rábíztak volna egy ha nem is egy klubigazgatói posztot, de bármi mást, akár ilyen után. volna Pontosan. Igen, szertáros, és ugathatott volna benne a Bernabó, hogy ne, be! ne be! zöld lesz az a kurva ez tudod? Volt, amit csinálál, hogy nem tudom, még én... 200 millió dollár, vagy pedig azt mondani, hogy jó, a Milánból mentem vissza. Ja, én biztos, hogy a Milánból mentem volna vissza. Nekem egy egyébként kluboknál a legjobb kedvenc posztom, ez a játékos megfigyelő. Na, az, úgy lennék. Az, az lennék én is. Ah, ez nagyon komoly szakma, ugye? Persze, ne, nekünk, nekünk van játékos megfigyelő barátunk a Ferencvárosnál dolgozik, a nevét direkt nem mondom ki, mert akartunk bele egy csomó interjút csinálni, csak mondta, hogy nem nagyon szeretné az arcát így fölfedni, uh -huh. akkor az lenne, hogy mindenki keresni. Na, az én kisfiam, az kurva jó, gyere, Nálunk is így volt, hogy azért tudtuk, hogy mivel foglalkozik, és vagy háromszor négyszer rászabítottuk így a, a nagybácsi unokács és mindenkinek a gyerekeire. Nyilván megmondta, hogy hát, nem jók, bocsi. Tehát azért ez egy komoly-komoly szakma. Mondjuk a Fradinámi ami ment régen, nem, nem, tudom, emlékeztek -e, hogy ezek kimentek a Argentinába, meg innen amerikai túrák, az olyanokat hoztak ide, hogy atya de legalább utaztak együtt. Igen, 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 de most, most már elkezdték eléggé komolyan venni a az dolgokat. Azt hiszem, hogy pont te csináltál egy olyan mémet, azt kiraktuk, vagy Ó, oh, igen, ma, igen, ma igen, is igen, rakom, igen, hogy ugye... Nem, ki van már az a litván izére nem, 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 ja, igen, olyan... az az a Fradi, Fradinában ugye, hogy a Fradi mindig a litván kötélhúzó bajnokságon <laughs> talál egy olyan embert, aki itt a középpályán oktat, mert az Újpest meg ugye hogy a nagy Afrika térképet, így Pest... magukével tenni, és akkor Kérlek, csak... olyan, olyan játékos megfigyelő lennék, aki nem meccsekre jár, hanem így az életben, figyeli, hogy na bevásárolok, és akkor látom, hogy abból lehetne focista. Tudod, ilyen Egyként alkat ez a... hozzáállás. Jó, te most párba figyelnéd, de tök jó. Kinek jutott eszébe, hogy párba igazolja a gyarából? De egyébként... egyébként, egy egy Legurítom véletlenül a labdát, nézzük, hogy le tudja elvenni. Egyébként több helyről hallom is ezt, amit mert most mondasz. már kevesen Az mert emberi tényező, milyen fontos. Pocizni, de akkor ne labdát, tehát hogy mit tudom én, az egységosztás, egy káposztát, hogy megfogsz, és így... Bocsi, Levesz és neki el vele, mit tudom én. Messzi is csinálta, hogy csinálta, hogy teniszlabdával, meg krumplival. Le lehet inni a Nem kell labda. szerintem gyorsabban kibasznak a spárba, hogy embereket dobálsz krumplival. Az De figyelj, spár, szerintem. a spárra szerződést. Ez, 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 nekik is jó, hogy a következő Ronaldot ott, ott fedezett fel a spárba. Azért gondolj bele, 30-70 százalékos ezt így, megegyezés. Ezt így, ezt így eladott, hogy bemész pitchhez, hogy uh, én most itt lennék. Uh, itt van ez a és kiló, az nem tudom, bármi paprika, mert az kicsit ilyen görbe, meg ilyenek nehezebb kezelni, hogy most embereket fogok dobálni. Azt a falkadról beszélsz? Nem. Ja, azt hittem, hogy görbe, nehéz kezelni. De felveszed TikTokra, Edukja, ja. Igen, rá is kommentel. <laughs> viszont, viszont ezek a van egy pécsi sztorim, ami valós. Amikor Pécsen, Hofeker Zoli a Babicsba járt, és mentek, Babics mentek egy kupára, és az edző a hűtőből lejtette a kólát, amit a Hofeker Zoli levett lábbal és így be a kezdőbe. Hú, a TikTok tele van ilyen videókkal. Most talán annyira bírna a mi játékosok lennének a csapatokban, hogyha ezt leszámítana. Akkor a szegény oda menne tudod, ilyen próbajátékra, és akkor így nem veszi le. Ú, a káposztával, meg a krumplival jól ment, meg a mm. dobozos kólával, de... Nekem a gyerekkorom legnagyobb traumája az az, hogy vannak azok az ilyen freestyle focisták, akik ilyen Neymar-t bekötényezték, meg minden ilyen, hogy ők mi a... nem játszanak. Ez azért nem, nem, nem ez... tudnak szerintem. Ez örök kérdés nekem is. Nem, nem olyan jó focista. Pont említettél -e nekem, pedig vagy nekünk egy ilyen panyag, angol, angol videót, ahol nem tudom, volt ilyen zsűri, és megjelent négy ugye ember, és így el előadták, hogy ők profi focisták, és a zsűrinek ki kellett derítenie, hogy melyik a profi focista az ott megjelentek közül. És volt a freestyleos gyerek, gyerekem, hogy milyen jó volt ott a labdával okay. dekázgatott, és kiderült, hogy rohadtul nem tud focizni, csak így freestyle-ozni, az mocskosul megy neki. Nekem volt egy olyan barátom, bocsánat, Komlón, ő kosaras srác volt, a, labdát ő főrúgta 50 méter magasra, és amikor jött le, akkor így combbal is vádli, hogy elkapta. De ez 10-ből 10 megcsinálta, viszont egy egyeneset a labdában nem jött belerúgni, csak főfele. Igen, vagy a jobb szélen elfutni gyorsan, az már lehet is beadni. Hát erre van egy olyan sztorim, hogy adás értelmezettem egy könyvet, a Körülési Zoltának az utolsó meccs, ami egy ilyen arról szól, hogy ilyen, ilyen, ilyen márkezi, májkos realizmus, sagot meg pápa meccseken. Mm. És majd, erre fogok mesélni bővebben. Ez egy olyan könyv, amit nem ismer senki, mert nem is lehet megvásárolni, pedig zseniális. Van egy olyan részben, hogy Ganami Józsi bácsi azt Jemán. látja, hogy ez egy, az egyik pályamunkás, fiatal a srác, a csapok megindultak, és azt látta, hogy ilyen olyan gyorsan ment el a víz elől a, a, a strács, hogy így, hú, gyere csak ide. És ez azért hiszek ebben, hogy ez valóban megtörtént, mert én láttam Galami Józsi bácsit, az csak a pályán, egy fiatal srác, nem tudom én, 9 évesek voltunk, edzettünk, és egy bekiabált a beton mögül, és behívta, hogy játszon, és évekig játszott nálunk az a srác, akit a Galami Józsi bácsi az utcára bejogott, és beívta, az MTK-ba játszott is ez a srác, szélvész gyors volt, de olyan gyors volt, hogy így, Ilyen hatalmas közösségkedvenc lett, de két meccs után kikopott, mert ott ment bácsi azt, hogy Bácsi, én futni szeretek, nem? Ez engem a labda így nem érdekel. De érdekes, valaki pont a labda érdekel, szóval nem fut hát <laughs> talában <laughs> igen, az MB egyet összefoglalt. Így most itt nekünk egy, egy mondatban. Az álló háború kifejezés, <laughs> ugye az 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 az... van, van, a, van a kapusunk a Trollfoci országban, Rúbi Tomika, ő méter centi magas, uh, tehát ő mindig beveri a tarkóját a kapufába meccsegen, és hogy jött meg a Dávid Kornél, vitt el az Alba hogy basszus, itt vagy 2 méter 15 azért Tényleg. már ki, meg használjuk ki. És itt Tomi mondta ki két edzés után, hogy bocs, bocs, te ez... nem, nem, oké, neked a Chicago busz, meg blablabla, bla, bla, meg a kosárlabda, nem, ne nekem a foci meg a kézizni. És visszament basszus, focizni kézi meg kézizni, tehát mert nem. Hát egyszerűen nem. Egyszer volt ilyen nálunk, hogy... Akartam a... kosásztorít, bocsánat. Ezt azért vezettem így föl, mert a nem volt még minisztráns kupa, nem volt taknyos a szopatás. Úgy... Úgyhogy... Amúgy, 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 addig Behozáma ezt az a akartam, majd, ezzel akartam, vagy... <laughs> azzal akartam, nyitni, csak aztán elfelejtettem közben, hogy addig szopattam taknyos a másokat, <laughs> hogy, <is> <laughs> hogy most, hogy most jelenleg én úszok a takonyban, és inkább az életemért küzdök. Nem, nem, a kommentárok szerint be vagy nyugtatózva. Ja, nem a hanem te vagy benyugtatózva a balú mellett mondják a Svenszerre. Hogy... Na, nekem az, <sítsz> az a Ez az duro, igen. Ilyen borzasztó, borzasztó, csávó volt, így random edzésen, kosár edzésen, és akkor az edző így annyit mondott, neki vele hogy ha ezt tetszik, vagy így nyomod, akkor inkább menjél, menjél fotizni, focizni, csak rúgni kell a labdát. És akkor, és akkor a csávó visszaszólt. a könnyebb szerintem. Azt mondja, hogy visszaszólt a csávó, Sook. hogy, az a baj, hogy őt onnan küldték ide, hogy itt csak dobni kell a labdát. Szerencsétlen csáv, hogy majdnem bőgött vagy most akkor mi mit sem. Kosár, kosár, a kosárban mondjuk én tudnék passzolni, tehát nem, hogy a labdát a kezem oh. oda dobják, és így tovább passzolom, de fociban, kosárlabdában, foci az kicsit az bonyolultabb, nem? Vagy, csak én, én gondolom ezt. Elkezdünk egy ilyen banda hogy melyik sport de kosár a nehezebb. Kosárlabdában engem az volt, hogy nagyon nagy a labda. <laughs> de tényleg, tehát itt sose értettem. Túl nagy, kisebb. És ahhoz és... képest kemény, és mikor megpasszoltam, hogy hátra törj az ujjama. Az baj. Meg sose a a értettem, ujjama, az hogy Nem a te sportod. Tényleg kisebb, nem. van a kisebb kosárlabdák. Kisebb kosárlabdával kéne játszani. Ja, olyan, na játszottam otthon gyerekként de, a folyosan. De nagy, nagy, palánkra, vagy kis palánkra? Nem, hát tudod, ilyen játékboltban megvettük. Ilyen háló, ilyen műanyagkarima. Azt mindig letörtük három percet, amit zsákolgattunk. <laughs> Mi mindig néztük a slam dunk konteszteket a zsákoló versenyeket, és akkor mi is így próbáltunk utánozni. És nem, a... úgy, tehát, hogy az az, az mondjam, általános 3, az iskola, a játék, az... Tartottak két órán keresztül. Minden általános iskolát mi szarnak ahol innen így lefelé lógtak a gyűrűk, mert hogy így, hogy így egymást dobáltuk fel, így, így bakot tartva, hogy rajta paraszt, és ezt a ezek nem olyan stabil, stapabíró Most Úgy. Most a be hogy van a kapu, a foci kapu, és abba kell betenni ekkor labdával, meg van a kosár, ekkora a, gyűrű, és abba a, Épp, hogy belefér, azt kell bedobnod. Igen, nagyon ne nehéz, hát mennyivel jobb a foci. És közben egy csomó, meg akarom benne gátolni, hogy ezt megted. Durva. De közben meg az, hogy a fociban hányszor hogy ilyen, tényleg egy VB-n, egy BL-döntőn, és akár ilyen három méterre fölé rúgják kosárba azért egy ilyet, nem? Ez ugye 3 a három elég a <laughs> De ritkán van homály, ilyen nagy homály. ellenőrzik, hogy a, gyűrű átmérője. Persze, nyilván szabvány minden, ugyan, mint a fociban. Aha, de nincs az, hogy ez hazai Mondjuk csapat lecsönélik ilyen... icipicivel kisebbre. felocsolják a parkettát. Benne van, benne van azért, igen, igen. igen. De főleg <laughs> az úgy ilyen, van ilyen tért szerb, tért szerb bajnokságban tuti. Mondjuk, hogyha azt, azt veszük alapul, a fociban is van olyan, hogy mint tudom, fél időben valahogy a, a, hazai csapat kapuja, mit tudom én, 20 centit megsüllyed. Valami ja, utom módon, van. gondolom kosárban is van ilyen, hogy nem tudom, hogy összehúzzák a gyűrűt. Vagy Erről akartam pont egy sztorit mondani, hogy hát egyszer volt, hogy Sekil ugye nem egy palánkot tört össze teljes mm. egészében, és volt egy ilyen, szinte meccs de az első három percben és kiderült, hogy hát kellett hozni valami helyi bobit, mert hogy kiderőzi, hogy az nem úgy működik, hogy csak így visszarakunk egy másik palánkat és Aha. beállítjuk, hanem hogy kell ehhez egy ellenőr, aki ellenőrző, hogy kellően magas -e az a, a palánk. És ö, tehát, hogy azt a szerencsétlenek be kell utaztatni valami Isten tudja honnan. És akkor De az, az a... nba nincs egy ilyen Bobby minden meccsen? Kiderült, hogy ott nincs. magyar nem, nem készültek mondani. erre, hogy így... így. Ja, senki nem készült, hogy egy palánkot. Tehát ez nem volt Mondjuk ilyen mindennapos sztori, és azóta sem mindennapos. Aztán... Szerintem, aztán... szerintem zárjunk. Ha Igen, az, az ugye, mi, mi, ami, 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 benned maradt, az még nyugodt. Nekem ez a bíró nem szegény az Antony téről, hogy lefújsz egy Európa Liga döntőt, ahol pont. És utána ki... össze akarok verni a téren. De, de még előtte pont, a... pont, egy Murinyó. Fucking disgrace, hogy pont egy Murinyó, aki nem tud veszteni, és neked lek de... az felveszik, elmész a csáta a amikor a trófoci olvasgatom az ilyen, ilyen budai kommenteket, tudod, hogy ja, ez a megyei foci, ez mennyire para, mert tele van vidéki a bunkóval, és egy Európa Liga döntő ben vagy után egy Hozé Mourinho, José Mourinho megvárja a bírót, és ez... beszólogat neki. Utána a bíró kimegy a reptérre, agyan akarják verni a szurkolók. Gyerekek, ez Pepitában ugyanaz. Igen. Ez full ugyanaz, mint Igen. a megyeiben. Full ugyanaz. Csak a megyeiben korrektebb a dolog, mert ott legalább számít rá a bíró. Mert nem az a pontosan. Meg ugye örüljönnek, hogy a repülőgép kerekeit nem szurkálták ki. Ők is azzal mentek, mondjuk azzal, hogy a ja, tehát... De ugye ez, egy gyerek szemszögéből, tehát a fiam szemszögéből, aki szét, tehát innentől kezdve, aki lát TikTokon kommentet, az a fiam, de talán hát a fiam, a egy gyereket mond nekem, hogy ment az a játszóra, a rudost, és akkor, apa, ez most egy kicsit, ez a csel, hát ez Roládi tőlem tanulta szerintem. De tűnik, no. eh, most, fia, ez a gól, ez ilyen nem bápés volt, nem? És akkor fie, ez így gondolkozik az egész világról, és reggel, mondtam most ki azt, hogy ha, ha, a focit abba hagyja, akkor ő bíró lesz. Oh. És most aludtunk, és felkelt éjfél körül, hogy apa, hogyha bíró leszek, akkor engem meg fogod dobálni székkel. Ezt akartam mondani, hogy azért, mekkor csiskek, ez mekkora csiskák ezek a róma amúgy. Tehát, hogy, hogy megdobja a bíró székkel, és a magyar rendőr meg így, <laughs> és ilyen <a> levegőből így. Tényleg, <laughs> a legtermészetesebb <laughs> dolga lett volna, így, Óriási, óriási kapja. Dobd már meg rendesen, baszki, nem, hogy az, aki széket fölkaptad. Két kézzel, dobd agyon a ecibe azt kéz, nem. nem az, hogy így leveszik a szék a szégyen szemre. Tehát. Ez ilyen is volt egyébként, mert mm. nézzek a fejét a bíró, nem, jön no, egy szék, jön egy szék, itt, a levegőből, másik kezébe vitt a hígét, ugye a bírót, ha. és egy így lekapta így. Óriási volt. És hát ez egy szép zárszó, szóval nagyon szépen köszönjük, hogy néztétek ezt az adást, ha tetszett, akkor mindenképpen nyomjátok meg a csengőt, vagyunk Spotify-on, Google Podcast-en. Apple podcast minden hülyeségen lehet hallgatni minket enkoron is, és ami a leges-leges legfontosabb, hogy a bírónak szeretnétek menni, akkor mindenképpen csak és kizárólag Budafokra. Menjetek, találkozzunk a következő adásban. Cső. Hello. Sziasztok! Hello.